Hölgyeim és uraim, szeretném bejelenteni, hogy a Magyarok Kenyere program keretében ebben az esztendőben, a Nemzet Összetartozás évében, amikor a Magyarok Kenyere program 10 éves évfordulóját ünnepeljük, kiemelten köszöntjük a határon túlélő és a diaszpórában élő honfitársainkat. Szalai Dobrovicski Vince államtitkár úr szobájából köszöntjük az Amerikában élő honfitársainkat, akik számára elküldtük a Magyarországon összeöntött búzából őrölt lisztet azért, hogy elkészíthessék a magyarok kenyerét. Érezzék a magyar kenyér ízét, érezzék azt a szeretetet, tiszteletet, amit az anyaország táplál irántuk. Külön meg kell köszönjem azt, hogy a magyar kormány partner ebben a programban segít bennünket, együttműködünk, hisz a nemzet összetartozás valamennyiünk számára fontos, ezt az érzést szeretnénk megtartani, és nem csak az érzést, hanem konkrétan is az együttműködést. Még egyszer köszönet, és mindenkinek sok sikert, és a jövő esztendőben remélem, hogy már az önök képviselői is ott lesznek Magyarországon a búza összeöntés ünnepén. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves magyar honfitársaim! Szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen azt a lehetőséget, amit elnök úrtól kaptam, hogy én magam is felszólalhatok. Nyugodtan lehet kérdezni, hogy kerülök én a képbe. Először is, mint a kormány képviselő, másodszorban pedig a civil szervezetekért felelős helyettes államtitkárként szeretném köszönteni önöket a határon túl is, és természetesen a diaszporában is, így főként az észak-amerikai és a dél-amerikai földrészen, ahová tudomásom szerint a magyar búza több száz családhoz el tudott jutni. Civil területről beszéltünk, a civil terület, végülis mindannyian civilek vagyunk, ezt nyugodtan elmondhatjuk. Mi magunk nagyon sokat teszünk azért a miniszterelnökségen a helyettes államtitkárság, hogy a határon túli nemzettársaink is, de a hazai nemzettársaink is részesülni tudjanak azokból a támogatásokból, amelyeket a civil szervezetek tudnak kapni, és hát azért lássuk be, hogy a határon belül és határon túl is a magyarság civil szervezeteken keresztül szerveződik alapvetően. És amikor arról beszélünk, hogy a családokhoz juttatjuk el a magyar búzát, ők is civil emberek, ők is magyar emberek, akik ugyanúgy joggal részesülnek abban, amit mi tudunk adni nekik. Én nagyon köszönöm, hogy az egész program megvalósulhatott, és hogy mi is ehhez hozzá tudtunk járulni, és kívánok mindenkinek COVID-mentes, ha szabad így mondanom, egészséggel teli karácsonyt, most így az adventi időszak előestén is, és a lehető legjobbakat. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország! Köszönjük! Köszönöm!